Elindult a 2022-23-as nevelési év. 27 óvodai csoportban, 8 óvodai intézményben. Összesen 547 kisovodásunk van az intézményünkben, közülük 100-120 kisgyermek, aki most kezdte meg az óvodai életet. Hát az elsődleges feladatunk most az első napokban az ő beszoktatási folyamatuknak a segítése, támogatása. Itt ugye a szülőkkel közösen kezdődik az óvodával való ismerkedés, jönnek a kisgyermekek a szüleikkel, együtt eltöltenek egy rövid időt, ez melyik gyermeknél mennyi időt igényel, hiszen ebben nagyon rugalmasak vagyunk. Van, akinél ez egy-két nap, aztán utána már önállóan is itt maradnak az óvodákban egyre hosszabb időt, de azt gondolom, hogy 2 hét elteltével már most az óvodásaink nagy része, a kicsik is megkezdték az óvodát, és mondhatom azt, hogy már a beszoktatási folyamat is kezd a vége fele járni, hiszen mindannyian most már itt vannak, jól érzik magukat, a felnőttekhez ragaszkodnak, akik őket fogadják a reggeli időszakban, és felügyelik őket, nevelik őket, játszanak velük egész nap, hiszen ilyenkor az első időszakban a legfontosabb az ölbeli játékok, azok a kis tevékenységek, amelyekkel testközelségbe tudnak kerülni a pedagógusokkal, illetve az óvoda nevelő dolgozóival, és hogy jól érezzék magukat egy kisgyermekek itt az óviban. Az óvodák közül több pályázik idén is a Zöld Óvoda címre, de már vannak örökös zöld óvodák is. Az óvodai programokat a tagóvodák szervezik, ez ugye a pedagógiai programhoz kapcsolódóan más is lehet. A zöld óvodai programok azok pedig ugye a környezettudatos neveléshez kapcsolódnak. Minden óvodai intézményünk már zöld óvoda, azonban ezt a címet nem csak egyszer kiérdemeljük és aztán viseljük, hanem ezért nagyon sokat kell tenni a mindennapokban, illetve 3 évente meg kell újítani, hogy valóban eleget tudunk-e tenni annak a feltételrendszernek, amelyeket a zöld óvodák felé támasztanak, hiszen itt egy nagyon komoly környezettudatos nevelésről van szó a mindennapokban, zöld jeles napokhoz kapcsolódó programokhoz, a környezettudatosság megismertetése az óvodás gyermekekkel, hát ennél nagyobb dolog azt gondolom, hogy az életükben, hiszen ez az életük minden területére kihat már kisgyermekként, és aztán később kisiskolásként, felnőttként a családok életére is, úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartjuk. És most 2 óvodánk pályázott újból a Zöld Óvoda címre. A Kinizsi úti óvoda 3. alkalommal nyújtotta be pályázatát, a Táncsis 17-es óvodánk pedig, mivel már 3-szor elnyerték ezt a címet, ők most 4-1-ére pályáztak örökös Zöld Óvoda címre, és hát ugye ez az a cím, ami után már többször nem kell pályázni, hiszen 12 év tevékenysége, nevelése ezen a területen, ez azért tanúbizonyságot tesz arról, hogy innestől kezdve már folyamatosan viselhetik azok az óvodai intézmények, akik ezt elnyerik, ezt a címet. Ebben az óviban beszélgettünk, már itt vannak az őszi dekorációk, a mellettünk lévő T19-es óvodába a bölcsődések is járnak. Az óvodaintézményünkben ettől az évtől szeptember 1-től volt egy szervezeti átalakulás is, hiszen 9 óvoda helyett 8 óvodával indultunk, 29 óvodai csoport helyett 27 óvodai csoporttal indultunk, és ez ugye hozott változásokat az óvodáink életébe. Van, amelyik óvodánkban több óvodai csoport indult, van, amelyikbe kevesebb, és most ez ugye a Táncsis 19-es óvodánkat is érinti, hiszen ott jelenleg 2 óvodai csoport indult ebben az évben, és a bölcsődei csoportok elhelyezéséről már a tavalyi évben is gondoskodtunk 2 óvodai intézményünkben, most pedig a Táncsis 19-es óvodánkban 4 bölcsődei csoportot helyeztünk el, ők a Varró úti bölcsisek, akik amint átadásra kerül, visszamennek, és hát polgármester úrtól tudjuk a nyilatkozataiból, hogy azt követően meg fog indulni a vasútúti bölcsödének is az építése, és azt követően pedig helyet cserélnek, és jönni fognak a vasútúti bölcsödések. Nagyon szép környezetben vannak, hiszen az is egy felújított óvoda épületünk, ami nagyon fontos, hogy kapcsolódik a környezeti programjainkhoz, hogy az épületeknek a
az a konstrukciója, amelyen fellettek újítva az elmúlt években, az azért nagyon az energiatudatosság szempontjából nagyon fontos, hiszen a zöld óvodáknál ez is nagyon fontos, hogy erre is hangsúlyt helyezzünk a folyamatos fejlesztések során. Így abban az óvodában is ugye amellett, hogy szigetelt épület, amellett nyilászárók is hőszigeteltek, illetve egy napelemrendszer is hozzájárul az energiaellátásunkhoz. A Kinizsi úti óvodában és Színben is voltak, vannak felújítási munkák. Ebben az évben két óvodánkba került sor nagyobb léptékű felújításra. A Kinizsi úti óvodának a teljes tetőszerkezete került cserére, hát egy csodálatosan szép cseréptető van most már az óvoda épületén, és ezzel ehhez kapcsolódóan a belső terekben is új bejárati ajtó került kialakításra, illetve a mozgássérült mosdóhelyiség és ehhez kapcsolódó fejlesztések valósultak meg. A másik fejlesztés a Szimovodába történt, ahol a tálaló konyha egy gyönyörű, szép új külsőt kapott, teljesen új berendezésekkel, ott is a konyhát egy teljes körű felújítás érintette a nyári időszakban. Ez a két nagyobb fejlesztésünk volt az óvodai intézményünkben, és hát emellett kisebb feladatok is megvalósultak, hiszen óvodai udvari játékokat vásároltunk, hiszen az óvodáink udvarai nagy zöld területtel rendelkeznek többségében, és nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű játékeszközeink legyenek, és hát ezek használódnak az évek alatt, és így ezeknek a cseréjére is került több óvodánkba, illetve a Jókai úti óvodának a kiköltözésével olyan feladatokat is kaptunk, ami azért nagyon komoly a munkatársaink számára, a pakolással, a rendezéssel kapcsolatosan nagyon komoly feladatokat adott, és hát onnan is kerültek át eszközök, mind udvari, mind beltéri eszközök más óvodájainkba. Minden adott ahhoz, hogy sikeres legyen ez a nevelési év, és sok-sok óvis közös élményt kapjanak a gyermekek, hiszen minden állás betöltött az óvodákban.